Asztalos Országos Tanulmányi Verseny első alkalommal kerül megrendezésre. A Magyar Asztalos Újság által szervezett megméretetésen 17 csapat vesz részt az ország minden tájáról. Két külön kategóriában versenyeznek, az egyik az épületasztalos, a másik pedig a bútorasztalos. A bútorasztalosoknak például 4 óra alatt ezen alapanyagokból ezt kell létrehozniuk. A kiírás, túllépve a hagyományos, az iskolák keretein belül lebonyolított tanulmányi versenyek felépítésén, a gyakorlaton alapuló szakmai tartalomra és a valós iparból jövő információkra fekteti a hangsúlyt. Olyan impulzusok vannak benne, ami az ipar részéről jön. Tehát itt olyan vasalatot kell beszerelni, ami egy teljesen új megoldás, olyan technológiákat kell használni, amit nem biztos, hogy a tanulmányi körülmények között csinálna. A gyerekeknek anyagot küldtek el, és ebből az anyagból kellett nekik plusz felkészülni, korszerűbb anyagokkal megismerkedni, korszerűbb technológiákkal, tehát ilyen szempontból is különleges ez a verseny. Voltak olyan kérdésekre, nem tudtak máshogy válaszolni, csak hogy elolvasták azokat a szakcikkeket, amiket kiküldtünk nekik. A verseny másik fontos erénye, hogy a csapatban való versenyzés során a másokért való felelősség és a becsületes helytállás kerül előtérbe. Be kell építeni mondjuk egy bandit, beépíteszek hasonló, és oda nem elég az egy ember. Csapatban kell dolgozni, és legalább megtanulják már előre a csapatmunkát. Ez egy technikai sport. A Magyar Asztalos Tanulmányi Verseny két fordulóból állt. Első állomása egy elméleti próba volt, ahol egy internetes tesztlapon kellett a diákoknak megmutatni szakmai felkészültségüket. A második és egyben döntő forduló, mely a gyakorlati megméretetésről szólt, Budapesten, a Kozma Lajos Faipari Szak középiskolában került megrendezésre. A bútorasztalosok feladata egy irodai kis bútor elkészítése. Ami laminált korpusszal készült. Össze kell szerelniük egy fiókot, ami alá egy rejtett vasalat kerül. Van egy ajtó, amit fel kell pántolniuk. Mindkettő magas fényű, ez egy ilyen akril felület. A tetejére egy tömör tölgykáva kerül, fecskefarkú fogazással összeépítve, és tetőlappal a tetején. Az épületasztalosok egyik feladata egy tömörfa fellépő. Az épületasztalosok második feladata egy 60x60-as bukonnyíl ablak felszerelvényezése volt. Szinte mindegyik éleszögben vágott és szögben dőlt. Felső lapon lévő fecskefarkú fogazást és a középső fellépőnél lévő átmenő csapozást is szögben kell nekik elkészíteniük. Itt tulajdonképpen a vasalatok felhelyezése, szerelvényezése volt a cél, a kilincs, a sarokcsapágyak, a vízvető. Három műhelyben párhuzamosan folyt a verseny összesen 17 darab háromfős csapat részvételével. A versenyzők 4 órát kaptak mester munkáik elkészítésére. A kiállító cégek sokrétűen támogatták a rendezvényt. A feladatok elvégzéséhez szükséges nyersanyagok, eszközök és ajándéktárgyak biztosítása mellett szakmai tapasztalataikkal is segítették a megméretetést. A szerelvényeket mi biztosítottuk a versenyhez, ezen kívül kisebb ajándékcsomagokat biztosítunk a versenyzők részére. A kemény fa alkatrészeket adtuk, tölgy elemek, tölgy alkatrészek, ezek lesznek beépítve abba a kis bútorba, amit a versenyzők készítenek. A vizsgafeladat megoldásához is kaptak csiszolóanyagot, illetve díjazásként vásárlási utalványt kapott a verseny. Az első díjazottat fogjuk támogatni egy szakmai tanulmányúttal, amit a anyacégünknél Ausztriában fogunk bemutatni. A verseny folyamán lehetőség nyílt a kiállító cégek standjainak látogatására, ahol a diákok és a kísérő szaktanárok megismerkedhettek a legújabb eszközökkel és technológiákkal. A fa mintapaneltől a gyalufejeken és a hosszoldó szerszámokon át egészen a tolóajtó és fénytechnikai rendszerekig számos terméket lehetett megismerni. Az 5 főből álló szakmai zsűri a szervezők által meghatározott pontrendszer szerint értékelte a kész munkákat.
Hát a verseny a bútorasztalosoknál szoros volt, ott tényleg mind ahogy mutatja az eredmény is, egy ponton múlott az első, illetve a második helyezés. De az épületasztalosoknál sajnos ott gyengébb minőség volt, látszott, hogy nem nagyon találkoztak még ilyen feladattal. Az eredmény hirdetésről senki nem ment haza üres kézzel. A tanulmányi kirándulástól a festékszóró pisztolyon át egészen a Magyar Asztalos folyóirat előfizetéséig számos ajándék került kiosztásra. Az épületasztalos kategória nyertese a soproni Handler Nándor szakképzőiskola volt. Hajrá, Handler! A bútorasztalos kategória legjobbja pedig a székesfehérvári Vörös Marti Mihály ipari szakképzőiskola volt. Vörös Marti! Mi volt a legfontosabb a munka során? Tehát mi az, amire nagyon oda kellett figyelni? A csapatmunka. Hát az, hogy nagyon összhangba kellett lenni a három embernek, és megfelelően osztani be a munkafolyamatokat. Azt, hogy jó, kiosztottuk a feladatot, hogy mindenki csinált mindig valamit. Szóval nem volt olyan, hogy állt egy ember. Az ajándékok mellett milyen más hozadéka van egy ilyen rendezvénynek? Én elsősorban azt emelném ki, hogy a fiataloknak egy kicsit megmozgatni azt a részét, akik a szakmát szeretik és képesek arra, hogy egy ilyen versenyre fölkészüljenek. És hogyha egy ilyen versenyen jól szerepelünk, akkor valószínűleg, hogyha a szakmánkban helyezkedünk el, ugyanezzel az erővel tudjuk folytatni. Fontos, hogy az iskolának egy hírnevet szereztünk. Meg lesz bennünk az, hogy mi értjük ezt a munkát. Mi értjük, szeretjük, és ez egyfajta dopping.